repüljek el, saján szárnyon el, s ahogy rávetül a fény, könnyű leszek én, kihűlt szívemet, hajszolt testemet. Suhogásba zárom, miben szorítát adom, szárnyra kap a sóhajom, miben szorít. Nyílik az ég, vissza felfelkezik. Nagyon szépen köszönjük! Csodálatos lájdallamok, tényleg mint egy pillangó úgy szállt a lelkünkre. Nézzük a zsűri értékelését. Kati, veled kezdünk. Egy ilyen meditációs zenét hoztál nekünk. Teljesen olyan volt, mint a kántálás jutott az eszembe. Nagyon sok ilyen ismétlődő motivum volt a te énekedben is, a dallamodban rengeteg, és még a billentyű is ugyanazokat játszott, tehát olyan, amikor direkt meditálni akarsz, egy ilyet kapcsolsz be, gyönyörűen énekelsz, iszonyú profi, csoda, tiszta volt az egész. Az egy nagy kérdés számomra, hogy ugye mi keressük a 40 darabos mezőnyben a legjobb dalt, hogy vajon ez versenydalnak milyen, ilyet akarunk-e. Az biztos, hogy relaxáláshoz, pihenéshez bekapcsolnám otthon, mert hallgatni nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Peti, te mihez kapcsolnád be ezt a dalt? Hát most elég sok dologhoz bekapcsolnám, és hogy valóban meditációs zene, amit tegyük hozzá, megmondom őszintén, borzalmasan nem az én világom, én szeretem a vidámat és a ritmusos dolgokat, de itt el voltam képedve a zenei nagyságoktól, úgyhogy zenészként elájulva, közönségként egy picit csalódottan, én már úgy szeretnék valami vidámat és ritmusosat hallani, de zenészként egyszerűen fantasztikusan elájultam. Köszönjük szépen! Akkor nézzük a pontokat, Misi. Ildikó, egy mondat csak. Nem tudom eldönteni, hogy közönség fülével vagy zenész fülével szeretném hallgatni a te produkciódat. Maradok a zenész fülnél. 10 pontot szeretnék adni. Hoppa, egy 10-es. Gyuri? Nekem ez egyáltalán nem meditatív, hanem ez feszített végig belülről. Ezek van egy olyan belső feszültsége, úgyis van muzsikálva. Nekem is 10-es. Még egy 10 pont. 9. Kati? Nekem ez 8 pont. 8 pont.
Ez azt jelenti, hogy 37 pontot kaptál, ami nagyon jó pontszám. Fáradj fel a páholyba.